Kiskorom óta lovagolok, 6 éves koromban kezdtem körülbelül a lovaglást. A családomban senki nem kötődött minimális szinten sem a lovakhoz. Édesapám szereti az állatokat, de hogyha ez rajta múlna, nem került volna hozzám közel. Azt mondják az ilyen családból származó lovas emberek, mint én, veleszületett adottság ez, mert senkitől nem hozhattam ezt a lószeretetet, ami bennem él. Ő egy kisbéri félvérfajtájú, őshonos fajták közé tartozó sárga kanca. Nagyobb felelősségnek érzem, mint akár egy kutyát, akár egy cicát tartani, amit otthon könnyedén egy emberként elkezelget az ember. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem kis felelősség, és mindig jöhet közbe, még így is nem várt probléma, amit nekünk kell megoldani, mert mi vagyunk a felelősek érte. Szépen leülök, zár az ülés, hátul a vál, csizma. Hevederen, külső heveder mögött, belmele, ugorjon, előre, munkavágta, még, lent a kéz, körülbelül egy 26 éve foglalkozok lovakkal, ez visszavezetett oda, hogy nagyszüleim kezdték el ezt az egész lovazást, és azt édesapám és édesanyám vette át, elég sok lemondással jár. Ugye itt se hétvége, se mondhatni, se karácsony, se semmi, mert ugye a ló az nem olyan, mint egy gépjármű, hogy leállítjuk és akkor ott van, hanem ugye etetni, itatni kell, és folyamatos munkát igényel. Tavaly kezdtem el versenyezni, a tavalyi évet elég jól zártuk, 6 versenyen vettünk részt, 6-ból 5 versenyen lettem első. Előtte bemutatókon vettem részt, voltam kint Spanyolországban, ott is bemutatóztam, nagyon sok helyen Sümegen dolgoztam, ott is bemutatókon vettem részt, de így a versenyzés az csak így a tavalyi évre vezethető vissza. A ló és lovas közti kapcsolat szerintem nagyon fontos. Szerintem fontos az, hogy ha elkezdünk dolgozni már egy komolyabb szinten egy lóval, akkor ismerjük, hogy mik azok a dolgok, amik előjöhetnek menet közben, tehát hogy fog reagálni konkrétan, ha meglát a szélben egy szálló zacskót, vagy kiugrik egy fácán a bokorból, vagy felrepül, de vannak lovasok, akik egyébként akik csak a verseny miatt lovagolnak, és a sikert szeretnék elérni, ami érthető számomra ez az oldal is, de nekik a teljesítmény a lényeg. Alapvetően egy minőségi hobbilovaglás volt a célom elsősorban, viszont mióta megvan ő, azóta azért egy kicsit az ember bele akar kóstolni mégiscsak a lovasportba is. Mi ugrani tanulunk. Én is, és a ló is. A mi esetünkben ez nem egy jó páros, mert ezt általában úgy célszerű tanulni, hogy egy kezdőlovas tapasztalt lóval tanuljon, egy kezdőló pedig egy igazán tapasztalt lovassal, de nálunk pont ez a kihívás, ez jelenti a kihívást, hogy ő is kezdő az ugrás terén, és én is. 3 lovászunk van, beleértve engem is, és 2 lovasoktató. Mi lovászok, ugye a lovakkal való foglalkozás az abban merül ki, hogy etetés, itatás, abrakolás, karámozás, kihordjuk őket a karámba, amelyik lovat le kell vinni, azt levisszük a legelőre. A lovak takarítása, ápolása. Igazából ezt a lovas dolgot, ezt valaki vagy szereti, vagy nem. Én, amióta itt dolgozok, én nagyon megszerettem a lovakat. Az, hogy önállóak, hűségesek. Mondhatnék most nagy szavakat, hogy mindent jelent, de persze nem akarok túlozni, de nagyon nagy részt jelent ez az életemből, és nagyon szívesen mondom magamról azt, hogy én lovas vagyok, mert életstílust is jelent, ez nem csak egy sport.